Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket a mai délutánon. Reménységem szerint a mai alkalommal be tudom fejezni a nyelvről szóló tanítást a harmadik résszel. Ha esetleg túlfutnánk, akkor majd még túlórázunk a következő alkalommal. Nyissuk ki Bibliánkat a Máté Evangélium a 12. részénél, és egy jól ismert igevers szakaszt szeretnék felolvasni, amit az első alkalommal már említettem a téma kapcsán, és ennek alapján a mai alkalommal a jó kincsekről szeretnék beszélni. Tehát Máté Evangélium a 12. rész, 33-tól 37. versig, így hangzik Isten igéje. Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyók fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok, mert a szív teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Nem tudom, az előző alkalommal emlékeztek rá, hogy melyik igeverssel fejeztem be a szolgálatomat. Ki emlékszik rá? Húha! Nem baj. Efézus 4.29-el fejeztem be, hogy semmi rothadt beszédeti szátokból ki ne származzék, hanem amely csak hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És itt beszéltem arról, hogy a kegyelem igéit, a kegyelem beszédét kell a testvérek felé szólni és közvetíteni, hogy ezáltal felépítsük a testvérünket, ne pedig romboljuk az életét, és ennek kapcsán ma ezekről a kegyelem igéiről szeretnék beszélni. Három területről lesz ma szó. Egyrészt egy bizonyos tekintetben a jó kincsekről, hogy milyen jó kincsek vannak a szívünkből. Másrészt beszélünk a hamis kincsekkel való konfrontációról, vagyis a negatív beszéddel szembeni ellenállásról, és néhány szót szeretnék szólni a nyelveken szólásról, ami egy tiszta beszéd ajándéka az Isten szent lelkének. Ha megnézzük Jézusnak a tanításait, akkor különösen felolvasott ige szakaszban azt látjuk, hogy Jézus nem szereti a szürke dolgokat. Ő mindig elválasztja élesen, a kettes száma a Bibliában mindig a választásnak a szimbolikus száma, és itt is Jézus arról beszél, hogy vagy jó fa van és jó gyümölcsöt terem, vagy rossz fa van és rossz gyümölcsöt terem, vagy jó szívünk van és jó kincsekkel van tele, vagy rossz gonosz szívünk van és ezt töltjük meg gonosz kincsekkel, és a választás mindig rajtunk van, hogy jó kincsekkel töltjük meg a szívünket és ezt árasztjuk ki a környezetünkre, vagy pedig gonosz kincsekkel vagyunk telve, és ennek a gyümölcsét esszük majd meg a későbbiek folyamán. Itt is érvényes és igaz a vetés és az aratás törvénye, aki a gonoszság kincseivel tölti meg a szívét, akinek a beszédét átjárja a tisztátalan beszéd, a kétértelműség, a gonoszság, a pletykálkodás, amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, a hazugságról nem is szólva, ezeknek is meg lesz majd a gyümölcse, mert hogy az első részben láttuk, a beszédünknek a forrása az a szívünkből ered, és mindig van mögötte egy szellemi tartalom, egy szellemi közeget is közvetítünk a beszédünkkel, nem csupán szavakat mondunk ki, ahogy az írás is beszél erről, és arról is volt szó, hogy az utolsó ítélet napján, amikor majd megállunk Krisztus ítélőszék előtt, pontosabban a hívőknek az ítéleténél, az utolsó ítélet az egy másik kategória lesz, a Krisztus ítélőszék előtt, akkor az lesz majd a mérce, hogy milyen volt a beszédünk, hogy a építő volt, bátorító volt, buzdító volt, létrehozott valamit, nem munkanélküli volt a beszédünk, vagy pedig teljesen értéktelen volt, és úgymond széna, szalma, pozdória típusú kategória volt. Először a múltkori alkalom egyik ellentpontjáról szeretnék beszélni, a bőbeszédűséggel kapcsolatban már mondtam néhány dolgot, most a hallgatás áldásairól szeretnék beszélni. Képzeljétek el, hogy ahogy miről mondtam, hogy körülbelül hány szót használ egy férfi és egy nő, azt mondjuk vegyük egy átlagnak mondjuk 10 000 szót. Most gondoljátok el, ha így végig gondoljátok magatokban, hogy egy ember átlag egyetlen nap alatt 10 000 szót használ,
az egy 5 nap alatt az 50 ezer szó, az egy 200 oldalas könyv. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 73 ilyen 200 oldalas könyvet tölt meg a beszédünk, és ezt szorozzátok meg azzal az életkorral, amit le fogtok élni. De gondoljátok meg, egy ilyen stóc könyv lesz majd az Isten királyságában, amikor megállunk Krisztus ítélőszék előtt, és akkor szépen végignézik ezt a lexikonyi terjedelmét. Valakinek kisebb lesz a csomag, valakinek nagyobb lesz, de alapvetően jól ki lehet számolni, hogy akár egy 30 éves periódus is már több mint 2100 ilyen 200 oldalas könyvet tartalmaz. Tehát bizony tudunk bőven beszélni, és tudjuk használni a szánkat. Ezért nem véletlenül, hogy a Biblia beszél a hallgatásnak az áldásairól. Az egyik ilyen igeves ezzel kapcsolatban a példabeszédek 11-12-ben azt olvashatjuk bátorításul: megutálja fele barátját a bolond, az eszes férfiú pedig hallgat. A bölcs férfiak egyik jellemző vonása, hogy tudnak csendben lenni. Nőkre is igaz ez, sőt ott hatványozottabban igaz, hogy a hölgyeknél is hasznos lehet ez a bölcsesség, de egy bölcs férfiakra jellemző az egyébként, hogy nem bőbeszédűek. Tudnak hallgatni, képesek megvárni a megfelelő időpontot, kairoszt, amikor meg kell szólalniuk, és általában nem is bőbeszédűek, hanem kevés szóval is el tudják mondani azt, nem mennek a többiek idegeire azzal, hogy 30 percben mondanak el egy perces mondanivalót, vagy 26 ezerszer körüljárják ugyanazt a témát, és a bölcsesség ajándékával rendelkező férfiak tudnak is uralkodni a nyelvükön, tudják fékezni a mondanivalójukat, és a Biblia ezeket eszes férfiaknak nevezi, akik képesek arra, hogy tudják kontrollálni a beszédüket, és a hallgatás az egy nagyon jó kincs, az egy nagyon jó áldás a szívünkbe, mert valamennyien jártunk már úgy szerintem, hogy akkor is megszólaltunk, amikor nem kellett volna. És milyen jó lett volna, ha csöndbe lettünk volna, milyen sok kellemetlenséget, problémát tudtunk volna a magunk életében megspórolni. A Máté 10:19-ben Jézus bátorítását olvashatjuk: de amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megaratik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Az újszövetségi hívőkre az egyik legnagyobb veszélyt mindig az jelenti, amikor üldözés idején vagy valamilyen szolgálat idején elhatározzuk, hogy ki fogjuk találni előre, pontról pontra, precízen, szakszerűen, hogy mikor, hol, mit fogunk mondani, milyen védőbeszéddel fogunk készülni, de a Bibliában erre nem találunk példát. Ha megnézitek például, amikor Istvánt a nagy tanács elé hurcolják, nem olvassuk azt, hogy felkérte volna a kor jogtanácsosait, hogy milyen védőbeszédet kell neki mondani, hanem egy elég kemény és ütős prédikációt mondott, nem? És mi volt a következménye? Később megtért Pál apostol. Az ő bizonysága volt Istvánnak a belépője Pál apostol megtéréséhez, és emlékeztetünk, amikor Pál apostol szintén ott van Jeruzsálemben, majd később a római helytartók előtt, akkor sem olvassuk azt, hogy a börtönben órákig készült volna, egyébként nagyon magas szintű képesítéssel rendelkezett sok területen, különösen a zsidó jogban is járatos volt, a római jogban is, ezt a leveleiből is nagyon jól tudjuk, hiszen ismeri a különböző öröklési szabályoktól elkezdve az örökösödési dolgokat, a fiúságnak a tételeit mind a görög, mind a római jog alapján, tehát nagyon járatos volt ezekben a dolgokban Pál apostol. Mégsem olvassuk azt, hogy elkészült volna valamilyen fajta védőbeszéddel, és amikor kiáll és bizonyságot tesz határozottan Jézus Krisztusról, mit kiáll fel Agrippa és Festus? Majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Ezért nem szabad előre készülni, hogyha esetleg ilyen bizonyságtétel vagy bármi is van, mert nem tudhatod, hogy a Szentlélek mikor, milyen szavakat akar adni a szádba, hogy azok által hogyan tudod megszólítani a hallgatóságot. Tehát jó, hogyha hallgatsz, válsz a Szentléleknek a vezetésére, és az igehirdetőnek is nagyon hasznos dolog, hogy amikor prédikálnak, igét hirdetnek vagy tanítanak, figyeljenek arra, hogy a Szentlélek mit súg prédikáció közben, hogy mikor mit kell éppen mondani, vagy éppen hangsúlyozni, vagy lehet, hogy éppen a készült prédikációval ellentétben szépen elkanyarintja a szolgálatát. Én is jártam már így, nem tudtam, hogy keveredtem ki a végén belőle, de én is jártam már többször így, hogy teljesen más jött ki belőle, mint amire gondoltam. Tehát az első ilyen jó kincsünk, amit a környezetünk is szívesen vesz, hogyha megtapasztalja, hogy tudunk hallgatni. És ebben a hallgatásban az is benne van, hogyha tudomásunkra jutnak olyan dolgok, amelyek nem tartozik harmadik félre, ezeket a dolgokat megtartjuk magunknak. Megtartjuk magunkban, nem adjuk tovább, nem adjuk ki másnak a titkait, másnak az előttünk megnyílt dolgait, hanem tudunk róla hallgatni, és tudunk némák lenni. Ebből is jó példánk Jézus Krisztus, aki néma volt az ő nyírói előtt, tehát Jézus sem nyitotta ki a száját, amikor a messiási szolgálatát végezte. A második ilyen nagyon jó kincs az életünkben a bölcsesség. Erről tanít talán
a legtöbbet a Biblia beszéd kapcsán, hogy legyen bölcs a beszédünk. Az Új Szövetség is tele van vele, az Ószövetség is tele van. Maga a bölcsesség irodalom, ami az Ószövetségben több helyen is szerepel, azok mindenre az isteni bölcsességre épülnek, és ez igazából egy mérföldkő és egy választó vonal a nyugati görög típusú filozófikus bölcsesség és a keleti gyakorlatias bölcsesség között. Ha megnézitek például mondjuk egy Platón vagy egy Arisztotelész írását, akkor elég komoly olvasmány, és eléggé nehezen tudja magát az ember átrágni rajta a sok különböző dolgon. De ha megnézitek mondjuk a példabeszédek könyvét, mivel találkoztok? Teljesen hétköznapi, reális tapasztalatokkal. Ég és föl a különbség. Nem elvont filozófiai eszmékről van szó az Ószövetségben, hanem teljesen hétköznapi tanács, hogyan neveld a gyermekedet, hogyan bánjál a családoddal, hogyan fektesd be az Isten munkájába, hogyan dolgozzál, teljesen hétköznapi és gyakorlati módon nyilvánul meg Istennek a bölcsessége. Prédikátor 10.9-ben azt mondja Salamon, a bölcsember szájának beszédei kedvesek, a bolondnak ajkai pedig elnyelik őt. A kedvesek szót azért emeltem ki, mert itt a héberben a ilyen kifejezés van, ami ilyen kedvezést, kegyességet, kedves szavakat jelent az eredetiben, vagyis ilyen kegyelmet közvetítő beszédek, és amikor egy bölcsembert hallasz, akkor nem egy ilyen nagy fejtágítás hallasz tőle, hanem a beszédei épülnek, építenek, beépülnek az életedbe, segítenek abban, hogy előrébb vigyék az életedet, és a bölcs embernek a szája beszédei ugyanilyen kedvesek, míg a bolond beszédek, azok pedig a pusztulását segítik elő az embernek, ahogy erről az elmúlt alkalommal is beszéltem. Példabeszélek 16.23. A bölcs szívű értelmesen igazgatja a száját, és ajkaival is gyarapítja a tudást. Az értelmesen szó az nem csak azt jelenti, hogy valaki végig gondolja azt, hogy miről beszél, tehát a bölcsember nem kapkodja el az ő beszédét, hanem megfontolja. Kisalkedő magyar szóval megrágja a mondani valóját, ötször meggondolja, hogy mit mond ki, és amikor az értelmes szót olvassuk, ott nem csak ez szerepel benne, hanem egy ösztönös megérzés és belátást is jelent ez a kifejezés, vagyis a bölcs ember nyitott a Szentléleknek a hangjára, hogy mikor milyen szót kell mondani. Tehát nem gondolkozik előre, hanem amikor éppen beszélni akar, odafigyel a Szentléleknek a szavára, és akkor és abban az időben is úgy mondja azokat a beszédeket és kifejezéseket, amiket éppen kell. A Biblia megkülönböztet egyébként földi és világi bölcsességet, ami alapvetően ellenségeskedés Istennel szemben. Tehát a mai világunkban a filozófiai rendszerek, amelyek nem Istentől származnak, például mondjuk mint a zsidó filozófiai rendszer az Ószövetség alapján, azok az Istennel szemben ellenségesek. Egyrészt materiálisak, másrészt kapcsolódnak a lélekvándorláshoz, harmadrészt pedig a humanista beállítottságúak, vagyis mindig az ember van a középpontjában, nem pedig Isten, mint természet fölötti valóság. A harmadik pedig van a démonikus bölcsesség, a sátáni típusú bölcsesség, amely igazából olyan okkult erőket tud megmozgatni, amikor valaki rossz tanácsokat ad másoknak, negatív módon befolyásolja valakinek az életét. Ezek a fajta negatív bölcsességekkel szintén találkozunk a Bibliában, hogy hogyan tud valaki negatív módon hozzájárulni akár a saját pusztulásához is. Emlékezhetünk Anániás és Szafira történetére, milyen bölcstelenek voltak, igaz? Őszintén megmondhatták volna, hogy zsiványok voltunk, loptunk, csaltunk, hazudtunk, Uram, bocsáss meg. Jézus megbocsátott volna nekik? Biztos, hogy megbocsátott volna, kegyelem korszakában vagyunk. Nem, mi nem csináltunk semmi, ez így volt, ahogy az apjuk megmondta, ennek így kell lenni. És mi történt? Egyetlen egy mondattal elvesztették az életüket. Bölcstelenek voltak. Engedték, hogy a sátán elfoglalja és leuralja a szívüket. A harmadik dolog a konfrontáció a negatív beszéddel. Valószínűleg nem vagyok egyedül ezzel a tapasztalattal, szerintem ti is jártatok már így, hogy valaki rosszat mondott rátok, esetleg káromolt benneteket, vagy megátkozott benneteket, találkoztatok ilyennel? Bizony sajnos találkozunk ilyennel, a Biblia arra tanít bennünket, arra hívja fel a figyelmet, hogy ezekkel a beszédekkel konfrontálódni kell. Nem szabad megengedni, hogy ezek a negatív beszédek befolyásolják az életünket. Ahogy mondtam, a szív tartalma egy szellemiséget is közvetít, és amikor valaki negatív forrásból átkot vagy különböző sorsrontó beszédeket mond ránk, akkor azok mögött olyan okkult erők vannak, amelyeket az ember lelkére akarja
az illető rábocsátani. Emlékezhettek, amikor Dávid Zsoltárából idéztem, hogy gonosz gondol, gonosz beszéltek az én lelkemre, és biztos ti is jártatok már úgy, amikor valaki úgy beszólt nektek, vagy olyan rosszat mondott, hogy utána sokszor még fizikailag is rosszul lettetek, mert a lelki erőtök is kiment belőletek, és nagyon sok ilyen negatív beszéd okoz pszichoszomatikus betegségeket például, vagy pedig különböző fizikális betegségeket, vérnyomás problémát, cukorbetegséget, szívbetegséget, mert az ember lelkét megtölti ezekkel a negatív beszédekkel, és nem tud normális dologra gondolni. Állandóan azon jár az esze, hogy ez most ettől félni kell, attól rettegni kell, ez most ez mondta rólam, ha bemegyek a munkáért, ez biztos, hogy ez beszéli a hátam mögött. Egy állandó frusztráltság és egy letelheltség, egy rossz érzés van. A Biblia azt mondja, hogy ezek ellen konfrontálódni kell, méghozzá nem is akármilyen módon, nagyon határozottan fel kell lépni, és nem szabad engedni, hogy ezek a negatív erők, amelyeket ránk árasztanak különböző beszédekkel, akár tudatosan, vagy akár tudatlanul, azok bármilyen módon is befolyásolják az életünket. És ezt azért tudjuk megtenni, mert minden egyes átok vagy negatív beszéd, ami az életünkre jön, egy olyan forrásból származik, amely fölött egy nagyobb forrással rendelkezünk, és azért tudjuk megtörni az átkokat az életünkben, akár generációs átkot, akár a hétköznapi életben ránk következő dolgot, mert Jézus Krisztus feltámadt. Jézus Krisztus halálával és feltámadásával ezek az erők, amelyek negatív irányba tudnák esetleg az életünket irányítani, azokat Jézus Krisztusnak a váltság halálával, illetve a feltámadásával meg tudjuk fordítani, és ki tudjuk űzni, ki tudjuk takarítani az életünkből. És azt is meg kell jegyeznem, hogy viszont arra figyelni kell, hogy ettől nem betegesen rettegni kell, hanem hogyha hallunk ilyet, vagy tudunk ilyenről, akkor imádkozni kell, ellene kell menni, és kérni kell az Úrnak a szabadítását. A 2 Timóteus 2.16-17-ben azt olvashatjuk, a szentségtelen, üres lármákat pedig kerüld, mert mindnagyobb istentelenségre növekednek, és az ő beszédük, mint a rákfekély terjed, közülük való Himenéusz és Filétosz. Itt Pál apostol nagyon röviden arról beszél, hogy vannak olyan keresztények, akik szentségtelenül és üres lármákat beszélnek, és itt a szentségtelen szó nem csak azt jelenti, hogy profán és közönséges, hanem azt is jelenti, hogy az Isten szentségével, illetve a megszentelődés útjában álló beszéd. Vagyis mindazok a beszédek abban negatív tartományba, abban negatív beszédbe kerülnek keresztények részéről is, amik ilyen kétértelműek, sikamlósak, alpári vagy obszén beszédek, ami azért is érdekes, mert én, amikor a reformáció időszakát tanulmányoztam, megnéztem néhány ilyen reformátor korabeli prédikációt. Hát az most, ha jól felolvasnám, amit nem teszek meg, az 18-as karika lenne. Azok, ami alpári dolgot tetőtől talpig elmondtak a szemben lévő vita paltereknek, azért az elég vastag volt. Ők nem nagyon törődtek ezzel a szentségre törekvő beszéddel, hogy az ajkaik is megtisztuljanak, hanem ők a kor szokásainak megfelelően elég vastagon benne voltak ebbe a tisztátalan beszédbe. Ugyanakkor azt is meg kell jelzni, hogy szintén fejezések vannak róla, hogy például az útszéli fogadókban, meg ilyen különböző késdobálókban az emberek hitvallásokról beszélgettek. Tehát a pápisták, a reformátusok, az evangélikusok a különböző hitvallásokról és a Biblia tanításairól beszélgettek a kocsmába. Ezt el tudjátok ma képzelni? Bementek egy pizzázóba, és halljátok, hogy te figyelj már, a Heidelbergi KT 29. paragrafus ezt mondja, de az 1667-es baptista hitvallás viszont ezt mondja. De én a Bibliámban ezt olvasom. Ma ilyet nem hallunk, igaz? Hát nem hallunk. De a 17. században, 16. században ezek bizony gyakoriak voltak, és ez volt a téma, míg ma, ha bemész egy ilyen kis például fehér bárány sörözőbe ott Derecskén, akkor valószínűleg csak azt fogod hallani, hogy az aktuális, mit tudom én, valóságshowban kinek volt több foga, vagy kevesebb, igazából e köré szorítkozik általában a beszélgetés. Tehát az ilyen szentségtelen üres lármákat kerülni kell minden hívőnek, mert ezek elkezdenek növekedni az életében. Tehát ha megengeded, hogy ez a kis szó, ez annyira nem veszélyes, ez még belefér az életembe. Hát beszélek, jó, hát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez csúnya, de ez szerintem ez még belefér ebbe a kategóriába. Ezek a dolgok elkezdenek növekedni, mert ez a mérce egyre lejjebb kezd kerülni, és ez hasonló ahhoz, ugyanúgy fel tud növekedni az életünkben ezek a beszédek, mint ahogy a zsidókhoz itt levélben olvashatjuk, hogy a keserűség gyökere is bizony fel tud növekedni, és a keserű szívű ember, akinek soha nem jó a munkahelye, az aktuális autója, a felesége, a családja, a fizetés, akinek semmi nem jó, mindig ez a keserűség árad belőle, és ezek a személyek, mikor ezeket árasztják magukból, na az ilyenektől meneküljetek.
Egy bölcs ember arról ismerszik meg, és a konfrontációnak az egyik nagyon fontos lépés, hogy ezeket el kell kerülni. Olyan emberek társaságát keresd, akik úgy beszélnek, amik építenek, amik felépítik az életedet. Nem lerombolják benned a hitet, az istenképet, a szolgálatra való készséget, nem a lustaságot támogatják benned, hogy jó lehet minek szolgálni, hát teljesen felesleges, majd szolgál az, akinek két anyja van, stb. Hanem oda kell figyelni arra, hogy amikor ilyen közegben vagy, és nézzétek meg, hogy amikor valaki ilyen keserű szívű ember, vagy telve van a szíve tisztátalan dolgokkal, az általában a normális emberek társaságát, idézőjelben normális, nem keresi, hanem azokhoz húzódik, akik destruktív beszédet mondanak, akik mindig ezeket a kedvlelohasztó beszédeket mondják, akik mindig ezeket a negatív dolgot árasszák magukból, és ezek olyan jól meg tudják találni egymást, az ilyeneket messzire kerüljétek. Légvonalba is menjetek el tőlük, mert egyszerűen árad belőlük az a fajta szellemiség, amiről maguk között osztoznak, és mire észreveszitek, ti is veszélyes lehet, hogy belekerültök ebbe a közegbe. Tehát a szentségtelen és üres lármákat kerüljétek. Az üres lárma kifejezés azért furcsa, mert szó szerint úgy lehetne visszaadni, hogy kiürült hang. Tehát egy olyan hang, aminek nincsen tartalma. Tehát, ha valaki fújná a trombitát, vagy valamilyen fúvós hangszert, egy teljesen dallamtalan, igénytelen, csak össze-vissza fújkálja valaki. Na, ilyenek azok az üles lármák, hogy nem építenek, nem buzdítanak, nem bátorítanak, nem helyreállítják az életedet, hanem ellenkezőleg csak egy űrt hagynak benned, és semmilyen maradandó dolgot nem tudsz végrehajtani. Ézsaiás 54:17. Egy jelenet készült fegyver sem lesz szerencsés, és minden nyelvet, mely jelenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Talán a legismertebb ige ezzel kapcsolatban, hogy a sátánnak is van egy terve az életünkre, nézzen meg Istennek is. És a sátánnak az a terve, hogy öljön, pusztítson és raboljon. És ehhez képes felhasználni, és fel is tud és akar használni, akár világi embereket, akár még hívő testvéreket is, hogy az életünket lemozdítsa, elmozdítsa arról a pályáról, amelyen Isten szeretne bennünket látni. És amikor ez megtörténik, akkor Isten gyermekének van egy ígérete, hogy azok a fegyverek, amelyek ott a sátánnak a kovácsműhelyében készülnek, és az életünkre próbál, mint tüzes nyilakat kilőni, vagy negatív beszédekkel befolyásolni bennünket, akkor ezekkel perbe szállhatunk. És itt a károsztatás kifejezésben, itt nem a klasszikus Arur, vagy Kelala, vagy Anatéma, vagy Kerem kifejezés van a Septuaginta alapján, amit egy olyan jogi kifejezés van, amely bírósági pert jelent. Tehát amikor perbe szállsz vele, és bírósági úton győződ le. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy amikor valaki kimond rád egy negatív beszédet, te ítéletet mondasz fölötte, mert nincs rajtad hatalma. Az ok nélkül való átok nem teljesül. Nyugodtan, bátran szembeszállhatsz bármilyen ilyen beszéddel, mert Isten adott neked védelmet Jézus Krisztus vérében és a feltámadás erejében, hogy minden átkot és minden negatív beszédet megtörjön az életébe. És oda kell figyelni szülőknek különösen arra, hogy amikor a gyermekeket nevelik, vagy gyermekekkel foglalkoznak, hogy nem mondjunk rájuk negatív beszédet. Még ha valami rosszat tesznek is, azzal szembesíteni kell őket, de mindig a gyermekeket az áldás pályájára kell beállítani. A generációs áldás, amit tovább tudnak adni a szülők, az egyik legnagyobb kincs a gyermek életében. Lehet, hogy nem hagynak rá nagy házat, nagy autót, nagy vállalkozást, sok értékes dolgot, de ha a generációs áldásba, a Krisztus áldásába bele tudják vinni a gyermeküket, meg tudják törni azokat a negatív erőket az életében, amelyek érik akár a mindennapokban, vagy akár a család valamelyik vonaláról a generációs átok részéről, akkor a legtöbbet tudják adni egy gyermeknek, hogy megfelelő módon tudja elkezdeni nem csak a nagykorú életét, hanem a hitbeli életét is, és meg tudják alapozni a jövőjét azokkal a szellemi konfrontációkkal, amelyeket a szülők vállalnak fel, hogy a gyermeküket benne tudják vinni, és bele tudják vezetni ezekbe az áldásokba. Van egy érdekes fordítása a Ézsaiás 54:17-nek, ezt azért olvasom fel, mert ez egy szó szerinti fordítás. Én nagyon picikét más jelent, de a lényege ugyanaz neki. Ez így hangzik: egy romlandó eszköznek sem lesz könnyű útja ellened, és egy hangnak sem, mely ítélet véget ellened áll. Mindazokat legyőzöd, éppen abban lesznek ám a fogjaid. Van örökség az Úr tisztelői számára, és ti lesztek nékem igazak, mondja az Úr. Kicsikét másabb ez a 70-es, a Septuaginta fordítás alapján van. Itt igazából a hangsúly itt azon van, hogy mindazokat legyőzöd. Tehát mindegyik olyan beszédet, ami ellenet kimondtak, le tudod győzni. Van hatalmad arra, fogjú tudod őket ejteni. Csak kérdés az, hogy akarod-e vagy sem.
mindig rajtad áll, hogy engedsz ezeknek a dolgoknak, ha 200-szor kimondják rád gyerekként például, hogy szerencsétlen vagy, soha nem fogod vinni semmire, neked nem lesz sohasem szerencsés az életed, és a gyermek ezt előbb-utóbb el fogja hinni, és ez szerint kezd majd el gondolkodni, erre fog beállni az agya, a gondolkodás módja. De hogyha a gyermek állandóan bátorítva, biztatva, buzdítva van, ki vannak javítva, korrigálva a hibái, akkor lehet, hogy nem egy miniszterelnök lesz a gyermek, de egy egészséges gondolkodású gyermek lesz. És a mai világban higgyétek el, már az is nagy dolog, ha egy gyermek miután kikerül az iskolából, akár középiskolás korban, vagy egyetemi évvel ad, hogy normális marad, viccen kívül. Ez ma már nagy szónak számít, mert amilyen hatások érik az embereket a mai világban, és amilyen trendek kezdenek el elbúrjánozni a fiatalok körében és a fiatal felnőttek körében, az egyszerűen brutális. Én az elmúlt időszakban 2-3 ilyen dologgal szembesültem, és nem tudtam hirtelen, hogy most melyik bolygón élek. Az egyik ilyen irányzat az volt, hogy egy fiatal felnőttek úgy érezték, hogy ők emberi testbe született állatok, és akkor úgy is viselkednek, tehát ilyen kutya-macska ruhába öltöznek, kutya-macska tápot esznek, meg ilyesmivel foglalkoznak. Erre külön klubjuk is van természetesen, és nem szabad megszólni őket, mert ugyebár az kirekesztés, fajgyűlölet, rasszizmus és különböző nacionalista irányzat. A másik ilyen, amikor valakik úgy érzik, hogy ők 20 évesen nem nőttek még fel, ők még mindig gyermekek, és felnőttként cumiba járnak az utcán, és pelenkát hordanak. Nyugat-Európában ez eléggé kezd elterjedni, nyilván őket sem lehet megszólni, és a különböző gender dolgokra nem is akarok beszélni, csak lehet látni azt, hogy ez a mai világ, ez degenerált. Tehát az, ami a hívőket éri minden nap, az komoly fejtörést okoz sok mindenki számára, de nekünk van hatalmunk arra, hogy ezek ellen, a idétlen gondolatok ellen is harcoljunk, még akár olyan áron is, hogy megbüntetnek érte, vagy azért börtönbe kerülünk, mert vállaljuk fel azt, hogy Krisztus hirdetjük, Isten igéjét tanítjuk, és azt szerint éljük az életünket. Tehát jó, hogyha ezek alapján is látjuk, hogy ebben a mai világban bizony komoly problémák vannak, és vannak még egy ilyen furcsaságok. Aztán nézzünk néhány jó kincset, még a gyülekezeti beszédek, bizonyság és hálaadás. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, még nappal virrad és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. A gyülekezetekben, főleg az újszövetségi gyülekezetben az egyik legfontosabb ajándék, illetve az egyik leghasznosabb, hogyha szó szerint akarom ennek a görög szöveget, ajándék, a prófétai beszéd. Ugyanis a prófétai beszéd, a prófétai ajándék nem csak az ige hirdetésben, a bizonyságtételben, a dicsőítésben nyilvánul meg, hanem magában az istentiszteletnek a légkörében is egy ilyen prófétai kenetnek kell felszabadulni, és a hívőknek ez az a kedves légköre, amikor Isten az ő szent lelke által a szolgálattévőkben lévő kenetet felszabadítva tud szólni a szívünkhöz. Valakit egy dicsőítés érint meg, valakit egy prédikáció érint meg, valakit egy bizonyságtétel érint meg. Mindig van valami, hogyha ez a prófétai légkört engedjük felszabadulni a gyülekezetben, és amikor ezek a prófétai beszédek, az Istentől jövő beszédek elhangzanak egy gyülekezetben, akkor azok az embereket mindig felépítik, mindig bátorítják, mindig buzdítják, mindig helyreállítják, segítenek kijönni a mélységből, segítenek kijönni a gödörből, és ezekre kell odafigyelni, ezekre a prófétai beszédekre. És most nem elsősorban arra gondolok, hogy napra pontosan megmondjuk, hogy mi fog történni a jövő héten, hanem a prófétai beszéd elsősorban azt jelenti, hogy Istentől jövő aktuális üzenet, ami éppen akkor és ott kell. Nem egy konzervet bontunk fel a gyülekezetbe, hogy 40 éve erről prédikáltunk, vagy 20 éve, jó lesz az most is, kibontjuk, és akkor nesztek egyétek, hanem mindig aktuális és friss üzenetet kell átadni. És a dicsőítésben is ugyanennek a friss prófétai kenetnek kell áradni a gyülekezetben, és a figyelmünket erre kell fókuszálni, erre kell beállítani, hogy ez a prófétai dolog eligészen jól működjön a gyülekezetünkben, és ez a prófétai kenet megnyilvánhat az alkalom levezetésében is, amikor egy olyan igét olvas fel mondjuk az alkalom levezetője, vagy az alkalom végén egy olyan igét olvas fel bátorításul, hogy valakinek pont arra a fél mondatra, vagy egy ige versre volt szüksége, míg az egész igehirdetés, dicsőítés, hirdetések, meg minden, azok csak előkészítették a szívét arra, hogy az igazi üzenete Istennek bemenjen a szívébe. És a jó kincseknek a forrása a te szívedben is, és az én szívemben is mindig az lesz, ha megvan telve Isten igéjével. Ha prófétai igét akarsz szólni, ha prófétai módon akarod a szolgálatodat megélni, akkor szükség van arra, hogy Isten igéjével töltsd meg a szívedet. Isten igéjével legyen telve a szíved. Ne a kiskegyed, a burda, meg a nőklapja különböző
meg automotor újságoknak a címlapjai legyenek a szemed előtt, hanem Isten igé és Isten beszéde. Ez nem azt jelenti, hogy azt nem lehet olvasni, csak amikor azból egy kicsikét több van benne, mint az igéből, akkor mindig probléma van. De amikor Isten igével telve van a szíved, akkor tudsz jó kincseket előhozni, és tudsz jó dolgokat mondani, jó bizonyságokat tenni. Efézus 5.19 korábban ez is előkerült már, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben, énekelvén, dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Ahogy mondtam is legutóbb, ez az Isten tiszteleti alkalomra vonatkozik, tehát ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk a testvéreddel találkozol az utcán, akkor leálltok beszélgetni, és nem arról van szó, hogy éppen hol voltál, mit csináltál, merre jártál, hanem mondjuk elkezded a 37. Zsoltát recitálni, a másik a Péter apostol levelét olvassa neked folyamatosan, az igevers nem erről szól. Ez arról szól, hogy amikor a gyülekezetben összejövünk, akkor Isten igéje, Isten beszéde legyen a középpontban. Ez legyen a legfontosabb. Hagyjuk otthon a mindennapi élet gondjait és terheit, tegyük le, ha éppen úgy vagyunk megterhelve, akkor kérjünk egy ima támogatást, és utána egyből szabaduljon fel a szívünk, a szellemünk, a lelkünk, tudjunk letenni a negatív dolgokat az életünkből, hogy tudjunk egymás között zsoltárokban, szellemi énekekben beszélni. A korai egyház, ezt az antiochiai gyülekezet kapcsán már beszéltem, egy nagyon dinamikus, zenei központú gyülekezet volt. Nagyon sokáig a zene az istentiszteletnek az egyik nagyon fontos részét képezte. Tertullianostól elkezdve több egyházatja is feljegyzi. Az istentiszteleteken teljesen természetes volt, hogy amikor a férfiak Isten dicsőségét táncoltak az oltár körül. Ez teljesen természetes volt a korai egyházban, hogy a férfiak istentiszteleten táncoltak, vagy a nők körtáncolt a zsidó minta folyamán. Tehát ezek az első gyülekezetben teljesen normálisak voltak. Ennek az egyik ilyen utólagos hagyománya, az biztos ismertek olyan közösségeket, ahol például még az ige verseket is a ige hirdetés előtt a Bibliából énekelve, vagy kántálva olvassák fel. Na ez ennek a utólagos egyik ilyen kifutása. De itt az ige arról beszél, hogy amikor a gyülekezetbe eljövünk, akkor úgy érkezzünk meg, hogy a szívünk telve van Isten beszédével. Nem úgy jövünk el a gyülekezetbe, hogy már a jövő heti dolgaink járnak az eszünkben, hanem igét olvasunk, esetleg imádkozunk a szolgálattevőkért, a dicsőítőkért, a vasárnapiskolai szolgálókért. Imádkozni azért, hogy Uram, kinek tudok segítségére lenni, ki az, akivel tudok most együtt imádkozni, ha problémám van. Igét olvasok, lehet, hogy valakinek pont arra az egy igeversre vagy zsoltár lesz szüksége, ami most éppen a héten foglalkoztat engem. Ez igazából erről szól. És még a szellemiénekről már egy picit később a nyelveken szólás kapcsán beszélek, azért nem akarok most erről beszélni. De ezek a szellemiénekek és tulajdonképpen ezek az a spontán énekek, amik csak úgy hirtelen törnek fel, tehát nem készülnek rá úgymond a dicsőítők, hanem ahogy mondtam a prófétai kenet, hogyha felszabadul, lehet, hogy a dicsőítők készültek 4-5 énekkel, de a Szentlélek azt mondja, hogy most nem ezt a 4-5-öt kell énekelni, hanem azt a 3-at. Tehát Uram, nem az lesz kivetítve, nem ezt gyakoroltuk, de a Szentlélek azt mondja, akkor cserélni kell. Ha megnézitek az Ószövetségbe, a dávidi dicsőítésnek volt egy nagyon fontos eleme, a dicsőítők csak akkor szolgálhattak, és az énekesek csak akkor állhattak fel, úgymond a fő szolgálatba, amikor már kívülről tudtak minden éneket és minden dallamot. Ez az egyik feltétel volt, mert a Szentlélek éppen megcsavarta a sorrendet, vagy valami, nem okozott problémát sem a zenészeknek, sem az énekeseknek, hogy éppen egy aktuális dalról átváltsanak egy másikba, vagy éppen, hogyha mondjuk Ászáf, vagy Hémán, vagy Jedutun éppen kapott egy prófétai ékletet, és elkezdett a szolgálat közben egy új zsoltárt írni, és elkezdte énekelni, akkor bizony arra át kellett nekik váltani. Ez már a prófétai dicsőítésnek egy nagyon magasfokú szintje, amikor már nagyon oda kell figyelni arra, hogy a Szentlélek hogyan vezet egy Isten tiszteleten az alkalmat, mert ez már nagyon komoly odafigyelést igényel, és bátorságot, hogy ráhangolódjunk a Szentléleknek az ilyen típusú munkájára. Aztán az áldás közvetítés, ezt nagyon szeretném a szívetekre hangsúlyozni, vagy a szívetekre helyezni, hogy a szívünk egyik legjobb kincse az áldás. Amikor áldást tudunk közvetíteni, azt az áldást, amit Jézus Krisztustól kaptunk, mert erre vagyunk elhívva. Ez a mi legfontosabb küldetésünk az újszövetségi kijelentések sorában, hogy mivel Krisztusban áldást kaptunk, ezt az áldást tudjuk örökíteni, ezt tudjuk továbbadni a környezetünkben, a családunkban, ahogy korábban említettem, a gyermekeink életében is. Ezzel az isteni áldással tudjuk őket útjukra bocsátani. Korábban is beszéltem már róla, hogy az Ószövetségben milyen nagy kincs volt az áldás,
hogy milyen sokszor késhegyig menő harcok folytak, vagy akár zsiványkodások, hogy megnyerjék az első szülöttek, vagy a következő utódok az atyai áldást, ami sokszor generációkra meghatározta egy-egy család, egy törzs, egy népnek az életét. Elég csak például az ószövetségi zsidó nép életében a 12 törzsről szóló proféciákat megnézni, hogy amikor Jákob kimondja az áldásait a 12 törzsről, összevetni Mózesnek az énekével és Mózesnek az áldásával, hogy milyen módon befolyásolta a következő több száz évre Izraelnek a történelmét, és az egyes törzseknek is a történelmét, az elhelyezkedését, a különböző lakásaikat, ahol éppen elhelyezkedtek a területüket, vagy éppen hogyan és milyen módon vettek részt a messiási munkának az előkészítésében. Nézzünk itt is két igeverset. 1 Péter 3.9. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldás mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. A világban teljesen természetes, hogyha rosszul szóltak, akkor én is rosszul szólok. Ha jót beszéltek, akkor talán vagyok hajlandó, én is jót szólok. Itt a szemet szemért, fogad fogért elv működik a világban. Jézus azt tanítja nekünk, és Péter apostol is azt mondja, hogy közöttünk ne így legyen. Arra buzdít bennünket az apostol, hogy ne fizessünk a gonoszért gonosszal, vagy szidalommal szidalomért. Tehát, hogyha bennünket szidnak, vagy károsztatnak, akkor is, hogy mondtam, ellenállunk ezeknek a beszédeknek, és megáldjuk az illetőt. Igazából a szívednek az állapotát semmi sem jelzi annyira jól tükörképként, mint hogy az ellenségeidről beszélsz. Van egy ellenséged, egy kolléga, aki neheztel rád, egy osztálytárs, aki állandóan problémát okoz neked, vagy bármilyen családtag, aki mindig csak ott tesz keresztbe, ahol tud, hogy beszélsz róla? Meg tudod őt áldani? Ez el fog járni, hogy mi van a szívedben. Ha Krisztusban áldást nyertél, és az áldást többre tartod a másik embernek a gonoszságánál, akkor telve vagy jó kincsekkel. De ha nem tudod megáldani őt, nem tudsz rá áldást mondani minden gonoszsága ellenére, akkor a szívedben annak a jó kincsnek még gyűlni kell. Ez egy nagyon jó tükör, és erről beszél itt Jézus a igeversben, hogy a jó fa az jó gyümölcsöt fog teremni. Ha rálépnek a lábujjadra, akkor is Jézus fog kijönni belőle. Ez az áldásnak a lényege. Hogy amikor megbántanak, megsértenek, így meg úgy a munkáján, már megint az volt, akkor Uram, áld meg ezt az embert, szabadíts meg őt attól, amiben benne van. Tudom, hogy problémája van a feleségével, a családjával, mindennel problémája van, segíts meg őt, Uram, adj neki gyógyulást, adj neki szabadulást. Értitek? Ez az, amikor tudsz áldást mondani. Nem abban áldod meg, hogy még jobban szidjon téged, nem abban áldod meg, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Hogy jó irányt vegyen az élete, tudjon jó döntést hozni az életben, tudjon megszabadulni ettől a fajta gonosz szívtől az újjászületés által. Ezt jelenti. Mi erre hivattunk el. Ha Krisztusban áldást kaptunk, ha jót kaptunk Krisztustól, ne adjunk rosszat. Se én, se ti, senki. Krisztusban csak jó dolgot kaptunk. Valaki kapott rossz dolgot Krisztustól? Valaki. Akkor ne adjunk rossz dolgot. Ne fizessünk a gonoszért gonosszal. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz, irtózatosan nehéz. Csak elég abba belegondolni az egyház történelembe, hogy amikor üldözték a keresztényeket a római hivatalnokok is például, olyankor megbocsátani és megáldani ezeket az embereket, mikor akár a férjét, feleségét, gyermekét, anyját, apját elhurcolják, vadállatok elé vetik, és imádkozni értük. Rengeteg ilyen beszámoló van, hogy a római birodalomban ezrek tértek meg azért, mert az arénában a keresztények áldást mondtak. És imádkoztak az üldözőikért, imádkoztak azokért, akik éppen az oroszlánokkal velük képzelték el az esti főétkezést. Áldást tudtak mondani. És ennek olyan ereje volt, hogy minden ördögi gonosz tervet meghiúsított, és ekkor mondta Tertullianus, hogy a mártírok vére magvetés, mert nagyon sok igét helyeztek el a közönség előtt, és sajnos a mai világ is afelé tendál, hogy lassan a újjáépülő római birodalomban ismét bevett szokás lesz majd, hogy a valóságsókból kicsikét túllépnek, és ismét lesz majd ilyen nyilvános keresztény kivégzések. Szerintem ez egy 15-20 éves időintervallumon belül várható. Róma 12-14. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Egy picit tömöríti a péteri kijelentést, amit itt szintén a vezető apostol Pál mond, hogy nekünk áldani kell azokat, akik átkoznak bennünket, és nem pedig
átokkal válaszolni, mert akkor a mi szívünk semmivel sem lesz különb az ő szívüknél. Ha mi is elkezdünk átkozódni, káromkodni, negatív beszédet mondani, nagyon kevés olyan kivétel van a Bibliában, az Új Szövetségben is, három olyan kivétel van, amikor az apostolok átkot mondtak valakire, és ez két okból következhetett be. Az egyik azért történt, mert itt nem tyúkperekről volt szó, vagy az, hogy Pál apostolnak a pennáját ellopták, éppen vagy a Bibliáját, hanem amikor valaki Isten munkájával szemben, szánt szándékkal szembe állt, és Isten üdvözítő munkáját akart akadályozni, akkor az apostolok, és csak is az apostolok, akik a szolgálati ajándékok körében és a földi szolgálatban az első helyen, pontosabban a alapról nézve az első helyen vannak az egyházban, mindig és kizárólag a Szentlélek vezetése által mondtak anatémát valakire. Két ilyen példát csak nagyon röviden. Az egyik, amikor Simon mágus a Samáriában pénzért akarja a Szentlélek dolgait venni. Mit mond neki Péter? Vesszen el a pénzed veled együtt. Itt mond ki egy ilyen súlyos átkot, és amikor Bar Jézus ott van Ciprus szigetén, akkor mondja neki Pál apostol, vagy akkor még Saul rabbi, hogy vakuljál meg, és akkor mi történt? Meg is vakult. De Pálnál is azt olvassuk, hogy hogyan tette ezt? Szentlélekkel megtelve. Tehát nagyon ritka az, amikor a keresztények úgymond átkot mondhatnak ki. A Bibliában nagyon kevés példa van erre, és nagyon bekategorizálja a dolgot. Tehát amikor valaki szánt szándékkal, Isten ellenes dolgot tesz, az embereket az üdvösség útjára le akarja fordítani, vagy a Szentlélek dolgaival kapcsolatban, Jézus is beszél, hogy a Szentlélek káromlása nem bocsátatik meg, ezt Jézus is megerősíti, és csak az apostolok végeztek ilyet az Új Szövetségben. Semmilyen más szolgáltatevő nem végzett az Új Szövetségben, és mondom, ez is nagyon-nagyon ritka, és nem ilyen tyúkperekről van szó, hanem nagyon komoly szellemi dolgokról, amikor már a gonosz az embereket az üdvösség útjáról akarja elfordítani, illetve az Isten dolgaiból anyagi hasznot akar remélni. Erre szokták mondani a mai jóléti evangéliumi körökben Simon mágus mondását, hogy ingyen kaptátok, pénzért adjátok. Ez most a jóléti evangéliumnak az egyik jelszava a mai korunkban. A hatodik. Erről az első alkalommal szintén beszéltem, most csak röviden összefoglalásként, hogy a hit beszéde és a megvallás szintén az egyik nagyon jó kincse az ember szívének és a keresztény ember életének a megvallások. A megvallások azért fontosak az életünkben, mert ha Isten igéjén alapulnak, ha Isten igéjével megegyező, ha kijelentésből származik, akkor behozza Isten áldását az életünkben. Az ószövetségi példák alapján lehet látni, hogy az átok nem csak azt jelenti, hogy valami pusztító dolog jön az emberre, akár az anyagi életére, akár a család életére, akár a vállalkozására, hanem az átok azt is jelenti a ószövetségi szóhasználatban, legalább 6-7 kifejezés van az átokkal kapcsolatban, hogy az áldásnak a hiánya. Hát nem jelent az, hogy feltétlenül valaki tönkre megy, beteg lesz, vagy valamilyen problémája van, hanem nem tudja élvezni Istennek az áldásait. És az Új Szövetségben az egyik ilyen kulcs, hogy Isten áldásaival rendelkezzünk, ez a megvallásunk. A megvallás által tesszük magunkévá Istennek az ígéreteit az életünkre nézve. És ahogy mondtam, ez nem egy ilyen mantraszerű dolog, nem egy szómágia, nem a maszlovi piramis hierarchiája alapján egy önmegvalósítás, mert ilyet a Új Szövetség nem ismer, hanem a három fontos kritériuma van: kijelentése és megerősítése annak, amit hiszünk, bizonyságtétel arról, amit megismertünk, és tanúskodás az igazság mellett, amelyet elfogadtunk. A megvallásunknak ezeket kell tartalmaznia. És ha megnézzétek, az Új Szövetség tele van ígéretekkel, tele van olyan megvallásokkal, amelyekkel a hívő életünkbe be tudjuk hozni Istennek az áldását, Istennek a kegyelmét, akár a gyógyulást, akár a szabadulást, akár az anyagi életben egy áttörés, hogyha éppen anyagi nehézséggel küzdködünk, gyermekáldást be tudunk hozni. Istentől tudunk áldást kérni arra, hogy a jövendőbeli férjünket, feleségünket kirendelje számunkra, mert Isten ezekre ígéretet tett, és hogy ezeket hittel magunkévá tesszük, Isten kijelentésére alapozzuk, és ezeket megvalljuk, akkor az Istennek a természet fölötti világából a természetes világba behozzuk a látható, megfogható, kézzelfogható dolgokat. Azt olvashatjuk a Zsidók 3:1-ben, azért szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára. A hitvallás szó egy picit pontatlan, mert itt nem az apostoli hitvallásról van szó, vagy a
hiszek egyről, vagy bármilyen ilyen dologról, hanem itt az eredeti szövegben a megvallás szó szerepel, és a szó összetételben azt jelenti, ha most szó szerint akarnám lefordítani, hogy Krisztus a megvallásunk apostola és főpapja, vagyis hogyha nincs megvallásod, nincs főpapod. Ahhoz, hogy Krisztusnak a főpapi áldásaiban részesülj, ahhoz, hogy Krisztusnak a főpapi áldása az életedben realizálódjon, ahhoz szükséged van a megvallásra. Csak nagyon egyszerű dolog, nem kéritek, mert nem, vagy nem kapjátok meg, mert nem, kéritek. Tehát hiába készített el mindent Krisztus, ott van nála, ott van az áldás csomag, de ha nem kéred, nem fog a sülgalamba szádba hullani. Ha anyagi szükségben vagy, akkor hivatkozz Isten ígéretére. Atyám, te megígérted, hogy nem lesz az idős ember például, meg az utódai, a idősebb korukban például kenyérkéregetőek, vagy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ezeket, ha hittel elhiszed Isten igét, amit kijelentett számodra, megvallod őket, akkor Istentől megtapasztalod ezeket az áldásokat. Valamikor annyit kapsz, hogy még tudsz is adni belőle. A Bibliában megnézed ezeket az isteni áldásokat, nagyon sok esetben mindig több volt az, ami kellett. És amikor Jézus is mindig megszaporította a kenyeret, vagy bármit, mindig volt maradék. Tehát mindig, amikor Isten megáll téged, a sokszor azért tesz, hogy tud továbbadni. Ne gyűjtsd össze magadnál, hanem szórd szét. Jézus mit tett? Szórd, szétosztott a szegények közt, és igazsága mindörökre megmaradt. Krisztus is ugyanezt tette. Lehozott az atyától egy csomó mindent, szétosztotta az emberek között, megáldotta az embereket, nem tartotta meg magának. És sok hívő ember azért kövér szellemileg, idézőjelve, mert gyűjti magának a millió kis áldásokat, guberálja összefele magának, de arra nem hajlandó, hogy egy jó szót szóljon a mellette ülő testvérének, arra nem hajlandó, hogy az otthonát megnyissa mondjuk egy olyan testvérnek, aki mondjuk átmenetileg mondjuk lakhatási problémával küzd, vagy éppen szüksége lenne az autójára, de az én autómba ő biztos, hogy nem fog beülni. Miért? Azért kaptad, hogy áldás legyél, hogy áldást osszál. És ezek ott vannak mind Jézus Krisztusnál. Van a megvallásunknak a főpapja és apostola Jézus Krisztus. Ha vele közösségbe akarunk lenni, ha szeretjük az Urat, akkor amit tőle kapunk, akkor figyeljünk oda arra, hogy tudjuk is továbbadni ezt az áldást. Bejön egy csomó dolog a mennyből, és amit lehet, itt most nem arról van szó, hogy mindenedet osz szét és add el a vagyonodat, mert vannak ilyen szélsőségesebb irányzatok is, hiszen a Biblia azt is írja, hogy például a családról való gondviselés az prioritást élvez, abból a szempontból, hogy ha valaki a saját háza népéről gondot nem visel, az rosszabb a hitetlennél, de ami van fölösleged, amit tudsz adni, főleg az ajándékozás vagy az arakozás karizmájával rendelkezel, akkor oszd meg, amit Istentől áldásul kaptál, és hidd el, nem fogsz szűkölködni, nem lesz kevesebb tőle. Mi nagyon sokat, illetve többször is adakoztunk már a családdal minden, és egyetlen egy alkalmat sem tudok mondani, amikor kevesebbünk lett volna utána. Isten mindig adott utána. Miért? Hogy tudjunk még többet adni. Ez az áldás folyam. Ha nyitottak vagytok erre, akkor Isten meg fog ebben segíteni és áldani benneteket. Róma 10:8-9. De mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban, a szívedben, van azaz a hit beszél, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Itt a hit beszédéről van szó, és erre utaltam itt, hogy a megvallás az kijelentése és megerősítése annak, amit hiszünk. Ez a hitnek a beszéde. Amikor ráállsz Istennek a beszédére, Isten ígéretére, és azt mondod, Atyám, te ezt ígérted nekem. Ezt mondtad nekem a Szentlélek által. Én erre most hittel ráállok. És amikor a hívő életben egy ilyen bekövetkezik, akkor valamikor Isten azonnal cselekszik, de valamikor azt is tapasztaljuk, hogy hiába hiszünk egy dologban, tudjuk, hogy Isten jelentette ki, akár egy ígéret, akár egy látás az életünkbe, lehet, hogy várni kell 4, 5, 8, 10 évet is, de miért? Hogy az ígéretek beteljesedjenek. És Ábrahám is, hogy hitt, reménykedve, hitt a reménytelenség ellenére. Akkor is hitt Ábrahám, mert Isten megígérte, hogy az ő magvából utódok fognak származni, és nem tekintett a elhalt testére, Sára elhalt méhére, hanem hitte, hogy Isten meg fogja neki adni ezt a gyermeket. A római levél beszél erről. Hát fontos, hogy ha Isten igéje a szívedben van, telve vagy Isten igéjével és Isten beszédével, akkor Isten igéje adni fog neked kijelentést, görög szöveg alapján rémát, a logoszból lesz egy réma, ez párosodik a szívedben lévő hittel, és akkor erre rá tudsz állni. És akkor történhet bármi, te Isten igéihez fogsz ragaszkodni. És hiszel abban, aki az ígéretet tette, és ha Isten valóban ezt mondta neked, és Isten megígérte, akkor ő meg is fogja tenni azt, amit mondott. Ezért, ha
olyan hitpróbában vagy hitkrízisben vagytok, ami megpróbálja az életeteket, tartsatok ki benne. Mert Isten nem fog késni. Nem késnekedik az Úr az ígérettel, ahogy azt némelyek gondolják. Sokan várjuk mi is az elragadtatást, mielőbb az Úrnál legyünk, alig várok már én is elmenni, főleg ebben a nagy melegbe. Hát a mennyben biztos klimatizált dolgok lesznek, meg minden. Tökéletes hely lesz. De azt mondja az Úr, hogy még picit vár. Még a kegyelmi idő még mindig tart. A pogányok száma még nem telt be, és amíg itt vagyunk, addig szolgálni kell. Hidegbe, melegbe, már Grönlandon vagy Izlandon szívesebben prédikálnék most. Eszkimó testvéreinknél, de ezt is ki kell bírni, és ki lehet bírni, a testi képességeink végesek. És végül nagyon röviden a nyelveken szólásról, arról a karizmáról vagy kegyelmi ajándékról, ami a legtisztább beszéd egyike a Bibliában, Jézus Krisztusnak a szavai után. Alapvetően három típusú nyelveken szólást lehet megkülönböztetni. Az egyik az Istentől jövő nyelveken szólás a Szentlélek által, mint karizma. A második a pszichés vagy emberi nyelveken szólás. Ez általában akkor szokott kialakulni, hogyha egy gyülekezetben favorizálják ezt az ajándékot, hogy üdvösség kérdésévé teszik, és akkor ha valakinek nincs ilyen ajándéka, akkor az elméjéből kitalál különböző szavakat, és próbálja utánozni, mint egy papagáj a mellette lévő nyelveken szóló testvért, hogy biztosítsa az üdvösségét. Ez nem feltétlenül gonosz vagy ördög, ez simán az ember pszichéjéből származik, mert meg akar felelni valakinek, és bizony van ördögi és démonikus nyelveken szólás, ahogy ezt például a különböző okkult vallásokban teszik és gyakorolják. Pál apostol ezért is mondja a korintusiaknak, hogyha valaki Szentlélek által szól, akkor nem mondhatja Jézust átkozottnak. A közeli delfói Józsdában ott Apollónak a szelleme volt, akiknél teljesen gyakori volt az extatikus nyelveken szólás is, és Pál apostol azt mondja, hogy amikor a gyülekezetben ilyen nyelveken szólás van, azért szabad csak akkor megengedni, ha van magyarázó is, mert csak akkor tudja építeni a gyülekezetet, mert nem biztos, hogy ki tudják szűrni a testvérek, hogy éppen egy friss ember, aki bejött a gyülekezetbe, az a múlt héten tért meg valamelyik házi csoportba, vagy pedig éppen a delfói Józsdába jött és beugrott már a szomszédba is egy kicsikét ricsajt csinálni. Tehát ezt nagyon kordában kellett tartani. Ami viszont az igazi, a Szentlélek általi nyelveken szólás, amit a Szentlélek ad, nem a legnagyobb ajándék, vagy a legfontosabb ajándék, de egy hasznos ajándék. Akinek nincs, hogy a Biblia is biztat rá, lehet kérni az Úrtól, lehet érte imádkozni. Ha a Szentlélek megadja, amint osztogatja kinek-kinek, akkor áldassék az Úr neve. Ha nem adja, akkor nem kell bánkódni, nem kell keseregni, ettől nem vagy értéktelenebb, nem vagy gyengébb hívőbb. Neked akkor más ajándékod van, más szolgálatod, más szolgálati területed, akkor szépen arrafelé kell orientálódni, és áldani az Urat, hogy téged ezzel az ajándékkal áldott meg, mert ezzel leszel egyedi, ezzel leszel különleges, ezzel fogod betölteni azt a hivatást, vagy szolgálatot, amire Isten téged az örökké valóságban elrendelt, és a maga idejében predesztinált az üdvösségre, nagyon röviden és tőmondatokban. 8-10 fontos dolog van a nyelveken szólással kapcsolatban, én csak 4 dolgot emeltem ki. Az egyik az embernek a személyes épülése vagy építése. Azt olvashatjuk, aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Vagyis amikor valaki a nyelveken szólás ajándékával rendelkezik, azt elsősorban azért kapja, hogy saját magát építse. A nyelveken szólás által az ember szellemében a Szentlélek elkezd munkálkodni, akár órákon keresztül tud imádkozni. Fontos, hogy imádkozzon azért is, hogy meg tudja magyarázni a nyelveken szólást, de alapvetően a nyelveken szólásnak a gyakorlása egy felfrissülést hoz, kitakarítja a szívét, az elmét és a gondolkodás módját hozzáigazítja Istennek a beszédéhez, meggyógyulnak a lelki problémái, lelki sebei, szellemében egy megújulást él át, valamikor fizikai gyógyulások történnek, bekapcsolódik a szellemi harcba, tehát alapvetően az ember saját magát tudja építeni, tud ebben növekedni, akár 5 percig imádkozik, így akár 3 óráig, teljesen mindegy. Ezt lehet mosogatás közben, porszívózás közben és vezetés közben is gyakorolni. A lényege az, hogy az ember, mikor így nyelveken szól a Szentlélek által, elsősorban önmagát építi. Ha közösségben történik és van esetleg magyarázó, akkor pedig a magyarázat segítségével prófétai szintre emelkedik a nyelveken szólás, mivel érthetővé válik, mint a prófétai beszéd, és akkor a közösségben is lehet használni ezt a nagyon értékes és fontos ajándékot, de elsősorban, ahogy mondtam, magunk épülésére szolgál. A második természetfölötti titkos imádság Istennel, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem szellemben beszél
titkos dolgokat. Ahogy mondtam is, az imádság a mi épülésünkre van, és az Istennel való közösségünket mélyíti meg, erősíti meg az életünkbe, segít abban, hogy időt töltsünk az Úrral, ne felesleges időtöltésekbe merüljünk el, ne értelmetlen, értéktelen dolgokkal foglalkozzunk, hanem hasznosan töltsük el az időnket, és az imádságra tudjunk fókuszálni. A közbenjáróknak ez pontosan ezért egy nagyon előnyös ajándék, hogy esetleg megvan, mert a közbenjárásukat is úgymond ezzel elő tudják segíteni, tudnak benne növekedni, tudnak benne erősödni és gyarapodni, és hogy itt is van, itt titkos dolgokról van szó, vagyis amikor valaki ezt a nyelveken szólást gyakorolja, akkor nem is biztos tudja, hogy miért imádkozik, de tudja azt, hogy a Szentlélek által szól, és Isten munkálkodik az életében, munkálkodik a szívében. Háladás kifejezése 1 Korintus 14-16-17, mert ha szellemmel mond a százást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te háladásodra ámment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz. Mert jó lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. A nyelveken szólásnak egy másik fontos aspektusa, hogy amikor nyelveken imádkozik valaki, akkor háladást mond. Istent áldja, Istent magasztalja. Megköszöni neki azt, amilyen van. Ki mondta ki például azt az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy. Hogy hálát adok neked, Uram, azért, mert. Ugye, hogy nem volt nehéz? Uram, olyan jó, hogy most ez van, az van, amaz van, olyan sok mindenért lehet hálát adni. És amikor valaki ezt elkezdi akár órákon keresztül nyelveken szólás által mondani, olyan dolgokat él át a szívében és a szellemében, amelyekben észre fogja venni, hogy azok a kis apró dolgok, amelyek másoknak talán ilyen semmiségnek tűnnek, vagy nem is annyira fontosak, hogy mindenért hálásak lehetünk. Akár egy pohár vízért is, akár az, hogy felkelhettünk ma, reggel mozgott a kis ujjunk, vagy a nagylábújunk, én mondjuk éjszaka nem sokat pihentem, de jó volt reggel pár órás pihenés után is egy kicsikét felébredni. Hát sok mindenért lehet hálát adni, és a nyelveken szólás által, ahogy mondtam, a nincs tolmácsolás, akkor is a otthonunkban nyugodtan és bátran lehet élni és gazdagodni ezzel az ajándékkal. Ahogy mondtam, ez nem üdvösség kérdése, nem ez a legszuperebb ajándék, ez egyik a Szentlélek ajándékainak, amit lehet kérni, és ha a Szentlélek adja, akkor adja. 1 Korintus 14-15, szellemi zárójelv új énekek, hogy van hát, imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is, éneklek szellemmel, de éneklek értelemmel is. Erről beszéltem már korábban, hogy a proféta énekek kapcsán nagyon sokszor új énekek születtek az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is születnek úgy énekek, hogy valaki a dicsőítésben, vagy valakinek esetleg, akinek erre van ajándéka, új énekeket hoz elő a szívéből és a szelleméből, azáltal, hogy szellemében énekel, Szentlélek által énekel, a nyelveken szólás útján, vagy akár érthető beszéd útján, és a Szentlélek a szívére helyez egy új dallamot, vagy akár egy új dalszöveget, és ezáltal, ahogy az írás is mondja, énekeljetek az Úrnak új éneket, ez egy felszólítás már az Ószövetségben is, hogy ezek a szellemi énekek mindig ebben a szellemi légkörben születnek, ebben a prófétai légkörben születnek. Az Ószövetségben, amikor a 24 órás dicsőítés volt, amikor ott volt a Fridlád, ott volt Istennek a megtapasztalható jelenléte a Dávid városában, akkor teljesen természetes volt, hogy rengeteg zsoltár született, rengeteg példabeszéd született, mert Isten jelenlétében Isten mindig adta a kijelentéseket, és adta az üzeneteket. De ehhez fontos, ahogy mondtam, ez a prófétai légkör legyen benne a gyülekezetben, úgy jöjjünk el a gyülekezetbe, hogy lelkileg, szellemileg, amennyiben tudunk, gatyábarázzuk magunkat, megújulva, megfrissülve, megtisztulva eljövünk, és akkor ezt a lelkületet tudjuk közvetíteni és árasztani is. És végül a példabeszédet 18-21-jel szeretném befejezni. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. A választás rajtunk áll. Van jó gyümölcs, van rossz gyümölcs, van jó fa, jó szív, rossz szív. Választanunk kell. Vagy az életet válasszuk, az áldást válasszuk, Isten jelenlétét, Isten közösségét, a másokat meggazdagító, másokat építő, gyarapító, buzdító, bátorító, felemelő, segítő, támogató, az egoizmusunkat, az énünket háttérbe szorító, a lemondás útját választó, egymást magunknál különbnek tartó életmódot, az élet útját választjuk, vagy pedig a halálnak az útját,
a kárhoztató beszédek útját, a morgolódás, a zúgolódás, a veszekedés, a tisztátalan kétértelmű beszédek útját, a rossz kincsek között guberálunk, abban érezzük jól magunkat, a lelki szemétben azt osszuk meg, azt árasztjuk magunk közül, választani kell. Az egyik az életnek az útja, a másiknak a halálnak az útja. A döntés a szívünkben van, a nyelvünkön van, a szánkon van. Éljünk a jó kincsekkel, válasszuk az áldás útját, az élet útját. Amen.